Jókedvűen fociznak az iskola udvarán a nyíregyházi Jókai diákjai. Ebben az intézményben jelenleg sem a tanulók, sem a pedagógusok között nincs koronavírusos. A legrosszabb a téli szünet előtt volt itt a helyzet, akkor 9 osztályban volt covidos gyermek. Noha az intézmény nem állami fenntartású, itt is kötelezővé tették a tanárok oltását. Viszonylag könnyű volt a döntés, a fenntartó képviselőjével egyeztetve a foglalkoztatás feltételévé tettük a COVID elleni védőoltás felvételét. Tehettük ezt azért, mert a pedagógusoknak az oltási hajlandósága ilyen magas szintű volt, és ez tulajdonképpen egyetlen pedagógus volt, aki a rendelet után vette fel a védőoltást, így aztán a 100%-os a Jókais pedagógusok beoltottsága, pedig 63 pedagógus dolgozik az intézményünkben. Az egyházi iskolák maguk dönthettek arról, kötelezik-e a náluk dolgozó pedagógusok számára az oltást, míg az állami intézményeknél ez nem volt kérdés. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának adatai szerint a köznevelésben dolgozó közel 80 ezer pedagógus 94%-a kapta meg a koronavírus elleni oltást, és mindössze 1% azoknak az aránya, akiket fizetetlen szabadságra küldtek. Igaz, azokra nem tértek ki, akik már tavaly év végén maguktól felmondtak az oltás kötelezővé tétele miatt. A pedagógus kar elnök helyettese, aki egyben a Fehérgyarmati iskola igazgatója is, arról számolt be televíziónak, hogy a megye jó helyzetben van. A Mátészalkai tankerületben mintegy 40 dolgozó, közülük 20 pedagógus nem oltatta be magát, de a Nyíregyház és a Kisvárdai tankerületben is zökkenőmentes a feladatellátás. Az órákat, amelyeket azok a pedagógusok, akik nem oltatták be magukat, és most fizetetlen szabadságon vannak, helyettük szakszerűen látják el az iskolába a pedagógusok, és túlóra kifizetéssel oldják meg azonnali első feladati ellátás első órájától kezdve túlórában számolják el. Persze azt is el kell mondani, hogy ez egy nagyon nagy teher azoknak a tanároknak, akik ezt vállalták, és azt gondolom, hogy nagy-nagy elismerés illeti őket is. A szakember hozzátette, január 3-a óta egyre többen veszik fel az oltást azok közül, akik korábban ezt nem tették meg, példát mutatva azáltal, hogy a közösséget helyezik előtérbe saját elveik helyett. Ők a vakcina beadatását követően egyből visszatérhetnek az iskolákba. Helyettesítésük azonban addig sok helyen okoz nehézséget. Kisebb-nagyobb átszervezéseket igényel. Nekünk iskolaigazgatóknak talán ilyen szempontból a helyzet egy kicsit mondhatom, hogy nem olyan rózsás, mert itt folyamatosan tantárgyfelosztás módosításokat kell eszközölni, és azt is tudjuk, hogy a feladat megosztást van olyan szint, meg van olyan iskola, amikor csak úgy tudtuk megoldani, hogyha megbízási díjjal kezeltük a helyzetet, de azt gondolom, hogy minden iskola tudta a saját hatáskörén belül megoldani ezt a feladatot. Az oktatás tehát sehol nem akadályozza a kieső tanárok pótlása. Sajtóhírek szerint az intézmények eltérő módon oldják meg a helyzetet, és ezek között jogellenes is akad, például, hogy negyedéves hallgatókat toboroznak. Iszák Tibor elmondása szerint ilyenre a megyében nem volt példa, a pedagógusok mellett csak pedagógiai asszisztenseket vontak be az oktatásba.